Első ízben rendezték meg Turán a Galgamenti Nyugdíjas Egyesületek dalköreinek találkozóját 2015. május 9-én. A házigazda Turai Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület meghívására a Galgamente 9 településének nyugdíjas egyesülete képviseltette magát. Jelen volt Galgahévíz, Kartal, Hévízgyörk, Verseg, Bag, Domony és Galgamácsa nyugdíjas dalköre. Az élet egy nagy ajándék, ha az ember megéri az öregkort, becsülni, őrizni kell ezt az ajándékot. A Galgamenti Nyugdíjas Körök találkozóján sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt az első Galgamenti Nyugdíjas Egyesületek dalköreinek találkozóját elődöm Sára Ferencnek álmát szeretném megvalósítani. Ő szerette volna, de az élet közbe szólt föntről. Kérem őket, figyeljenek onnan föntről, és szurkoljonak nekünk, hogy szerencsésen, vidáman, jókedven teljen ez a mai gyönyörű nap. Köszönöm szépen, és most hallgassatok meg egy kis köszöntő dalt a csoporttól. Nyugdíjas házunk udvarán van egy öreg diófa. Reálszállott már a béke galambja. Béke galamb, tőle csak azt kívánom. Sej hirdes békét az egész nagy világon. Gyertek nyugdíjasok, gyöngyvirágot szedjetek. Gyöngyvirágból gyöngykoszorút kösseltek. Tegyétek a béke galamb szárnyára, sej hagy vigye szét az egész nagy világba. Tegyétek a béke galamb szárnyára, sej hagy vigye szét az egész nagy világba. Ez az elődömnek egy régi-régi nagy álma volt, amikor Galgamácsán ő megkapta a Vankóné Dudásuli díjat, és ő az akkor azt mondta, hogy én addig nem halok meg, még egy galgamenti nagynyugdíjas dalköri találkozót össze nem hozok. Hát sajnos nem tudta összehozni. Az élet közben szólt, elvitte a betegsége. És hát úgy gondoltam, hogy ezzel adózok egy kicsit a tisztelet és tiszteleti iránta való tiszteletnél, hogy ezt megszervezem neki. Hát, hogy a második, azt fogja-e már követni, vagy tudjuk-e, hogy kövessük, vagy sorozatot csináljunk belőle, azt még nem tudom, de ezt most örülök, hogy így össze tudtam hozni. A Turai Nyugdíjas Egyesület legfőbb támogatója Turaváros önkormányzata, melynek nevében Szendrei Ferenc köszöntötte a találkozó résztvevőit. Hiszen igaz az ránk, hogyha ünnepelni akarunk, akkor találunk rá alkalmat. Nos, hát... Én itt úgy látom, hogy Turán találnak rá mindig alkalmat, és ehhez nagyon jó partnerek a galgamenti népdalkörök, nyugdíjas egyesületek. Ugye népdalkörök általában a nyugdíjas egyesületek köré fonódnak, azoknak a tagjaiból hát állnak össze ezek az öntevékeny csoportok. És őrzik a galgamente népművészetét, hagyományát, azokat a népdalokat, amelyek valamikor egy-egy évszakhoz kötődtek, aratáshoz, szürethez, karácsonyhoz, regöléshez. És minden egyéb olyan dologhoz, ami jellemezte a vidéki, a falusi életet. Örülök neki, hogy ennyire aktívan élték meg az életkorukat, ami azt jelenti, hogy érdemes volt ilyen hosszú életet leélni. Döntő többségében kevés a fiatal nyugdíjas. 9. éve tudom itt önöket köszönteni. Vagy ilyenre, mondjuk pont ezen a rendezvényen nem, mert ez az első, de valami hasonló rendezvényen. Gondolom, hogy már ismernek engem. Nagyon sok arcot ismerek itt én is. És tényleg azt látom, hogy érdemes megélni az öregkort, de azt is látom, hogy csak így érdemes megélni, ahogy önök megélik. Tura első embere köszöntötte a szervező Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület vezetőit, Marinka Sándornét, Móré Lászlónét és Köncöl Istvánt.
Az életet az éveknek Pest megyei nyugdíjas klubok egyesületének nevében Bodnár Gábor elnök mondott köszöntőt, majd díszokleveleket adott át az első találkozó megszervezésének emlékére a szervezőknek. Turai nyugdíjas klub rendezvény negyedik alkalommal vagyok most. Tegnap múlt egy év, amikor voltam itt az utolsó rendezvényen, és mivel meghívtak ma, úgy gondoltam, hogy a kötelességem eljönni, tekintettel arra, hogy ez a rendezvény egy első olyan rendezvény, amely még a galgamenti dalos köröknek a rendezvényére nem került eddig sor. Örülök neki nagyon, mert folytatás egy általunk kezdeményezett dolognak, Tápió mentén, Vác környékén, és ugyancsak Apaj környékén is hasonlóképpen rendezvényeket szervezünk, ahol a nyugdíjas klubok így összejönnek, mint itt Turán. Úgy érzem, hogy ez a rendezvény egy nagyon színvonalas és nagyon jónak értékelhető. A Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetsége 1989-ben alakult meg 139 klub részvételével. Mára már több mint 1100 klub és egyesület csatlakozott mozgalmukhoz. Az alapítók célul tűzték ki az idősek, nyugdíjasok, baráti körök és klubok együttműködésének megteremtését, erősítését és fejlesztését. A Turai Kastélykert óvoda gyermekei rövid anyáknapi műsorral köszöntötték a megjelent szépkorúakat. Öröm ünnep ez a nap, virágszirmot bontanak, akács, virág, tulipán, téged dönt anyukám. Szól a kukarigó, édesanyám szíve jó, fülem üle fenn a fán, néked dalol anyukám. Én az édes életem, köszönöm ma te nekem, régi emlék simogat, puha polya patyolat. A Turai Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület tagjai a vendégváró finomságokról sem feledkeztek meg. Sertéspörköltet csináltunk tarhonyával, savanyúsággal, és a tagoktól kértünk mindenkitől házi süteményt a vendégek megkörbe kínálására. Úgyhogy a sok-sok finom házi süteménnyel kínálgatjuk a vendégeket. Értem, hallj meg, ne az édes anyádi. Szombat este fölöltözök nagy cifrán. Végig megyek a Hévíz-Györki fő utcán. Csak azért is kicsalom a szegnes babámot. Igazíja meg a ráncos szoknyámot. Csak azért is kicsalom a kedves babámot. Igazíja meg a ráncos szoknyámot. Barlang vize szép csendesen kanyar. A tavaszi szél.
A nyugdíjas egyesületek dalkörei mellett a turai származású nóta és népdalénekes Turai Kis Mária is fellépett a rendezvényen. Én nagyon szeretem Turát, imádom, ahol csak a népviseletet, meg hát azt meg az nagyon tetszik nekem. Nekem is van népviseletem, vásároltam, úgyhogy ha most nem vonattal jövök, hanem kocsival, az biztos, hogy hozom és abba énekelek, többször felléptem már itt. Nagyon szeretem a népviselet, szeretem Turát, de sajnos ugye a kötelezettség férhez megy az ember, születnek gyerekek, egyéb kötelezettség, és az ember a saját szülőfaluját akarata nélkül el kell, hogy hagyja, de azért sokat járok ide-vissza. Ilyen énekkel örvendeztette meg a vendégeket. Én szerintem ez a blokk, amit én választottam, szerintem ez mind tetszett nekik, mert énekelték velem együtt, és én tényleg nagyon szeretem. Tehát szeretik a szép hallgatókat, a csárdásokat. Én szerintem, én nem tudnék válaszolni, mert ez egy olyan szép népdal például, hogy édesanyám is volt nékem. Hát ez gondolom nagyon tetszett, a Kék ne felejts, az nekem is az egyik legszebb nótám. A dédinek is az volt, az anyukámnak, tehát a családtagoknak, és ahogy hallom, tehát sok embernek tetszik ez. Elég szomorú, de viszont nagyon szép. Kék ne felejts, kék ne felejts, virágzik, ó, vagyok, fáj a szívem, úgy érzem, hogy nem sokáig élek már, de nem azért, hanem azért pozarult, ha nem azért, hanem azért koszorult, ha meghalok a síromra, sírhalmomra, ne felejtsd bőt. Ragyog csillag, páros csillag sokáig, kísérj el a szeretőm kapujáig. Nem panaszkodhatok, mert olyan segítőim vannak a nyugdíjas klubon belül, hogy ha vendéglőből rendelném az ebédet, akkor bizony egy rendezvény árából itt így 3-4 rendezvényt le tudok bonyolítani, mivel hogy a polgármesteri hivataltól megkaptuk ezt az idősek részére ajándékozott házat, amiben valamikor tankonyha működött az iskolásoknak, meg ilyen fogyatékkal élő fiataloknak. És hát így tudunk gazdálkodni a
tagdíja, főtámogatónk a polgármesteri hivatal. Meg kell, hogy köszönjem a támogatást a konyhai segítőknek, a titkárnak, a könyvelőmnek, a helyettesnek, meg hát végül is minden tagnak, mert olyan lelkesen is ilyenkor, mikor ilyen rendezvény jó sikerül, hát úgy földobnak, hogy hiába, hogy mindig azt mondom, hogy már lemondok, mert nem bírom tovább, és akkor ilyenkor úgy földob az az élmény, hogy ennyi embernek azért, ha csak egy-két órára is tudok szerezni egy kis örömet, egy kis kikapcsolódást a mindennapok életéből. Nagyon szeretem a Marinkánét, a nyugdíjas klub vezetőjét, megalakulásunk óta ismerem őtet, még amikor nem én voltam a megyei elnök, akkor is már kapcsolatban voltam a bagiakkal, kapcsolatban voltam a turaiakkal. Ez a táj, az egész Pest megye, de ez a táj egy kicsit... olyan új a számomra, mert változatos, többféle ember van ezen a vidéken, többféle ember él, és ez én nekem úgy gondolom, hogy a nyugdíjasok kulturális életét színesebbé teszi, és szebbé, és hát gondolom, hogy ez az összetartozás, ez összekovácsolja a nyugdíjas klubokat. Sejt alga mácsa, eszembe se jutna, ha a babámnak osa nem volna. Benne ragyog a babám szemefénye, sej, ha csak lehet, kicsalom belőle. Sej, barga mácsa, körül van kerítve, nem sokára kimegyek belőle. Benne hagyom a híremet nevemet, sej, benne hagyom az első szeret. Tornya de magos, tetejében van egy alma de piros, azt az almát könnyű kék felé várni, ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni, azt az almát könnyű kék felé. Ha nem szeretsz, nem muszáj hozzám járni. Ezt a mai rendezvényt egy nagyon komoly és bizonyára hosszadalmas szervezés előzte meg, de ebben biztos támogatta önt valaki. Hát igen, a férjem. Otthon ő, még hogyha beteg is, nagyon helytáll. Ellátja az állatokat, meglocsol, elvégzi a kisebb-nagyobb munkát, amit a betegség enged neki, és én ezt nagyon szeretném megköszönni mindenki előtt, hogy így mellettem áll, és hogy támogat abba, hogy itt hely tudjak állni a nyugdíjas klub életébe. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett Galgamenti Nyugdíjas Egyesületek dalköreinek első turai találkozója sikeresnek bizonyult. Ezért várhatóan egy év múlva ismét találkozhatnak, és együtt énekelhetnek majd a térség nyugdíjasai.